Nekem jutott az a felelősségteljes szerep, hogy így emésztés segítő könnyed témaként a vállalkozói gondolkodásmódról beszéljek nektek. Először azt szeretném föltenni azt a kérdést, hogy hányan vannak itt a teremben új vállalkozók? Na, ez azért egy nagyon jó arány, mert hogy még nem is definiáltam ezt a fogalmat, és már is vagyunk 4-5-en. Az lenne itt a célja a mai kis 12 percünknek, hogy meglássuk magunkba az új vállalkozót, és minél többen tegyük majd fel a következő kérdésnél a kezünket. Rólam azt kell tudni, hogy mióta tudok járni, azóta imádok focizni, és mióta tudok önfejlesztő könyveket olvasni és portrékat olvasni az újságokba, azóta érdekel a vállalkozás világa. Nagyon sokáig, így tinédzser koromban, amikor kerestem az utamat, akkor kétféle vállalkozót láttam. Az egyik az nagyon elrettentettő, az áfacsaló, ügyeskedő magyar vállalkozójánál semmiképp nem akartam válni. Volt viszont egy nagyon izgalmas vállalkozó típus, akik ilyen egzotikus szigeteken folyamatosan szupermodellekkel mulatják az időt és koktéloznak. Róluk is kiderült egy nagyon rossz hír, nem léteznek, csak a bulvár sajtóba. Úgyhogy ez a hajó akkor elment, és kicsit elkezdtem azon gondolkodni, akkor kénytelen leszek valami tisztességes embernek tovább tanulni, és majd dolgozni valakinek egy nagy cégnél. Aztán azért tovább olvasgattam ebbe a témába, és kiderült, hogy létezik egy nagyon is valóságos vállalkozó típus, ez pedig a jókor, jó helyen típusú vállalkozó. Aki egy iparág kezdetekor volt ott, és alapított céget, aki a rendszerváltáskor volt jó helyen, vagy aki egy olyan technológiai fejlesztésbe vett részt, amiből aztán megalapozta a karrierjét. Ezzel meg az volt nagyon nagy probléma, hogy én úgy éreztem, hogy nagyon rossz kor vagyok, nagyon rossz helyen. Úgyhogy elmentem a bölcsésznek tanulni a Kommunikáció és Médiatudományi Egyetemre Pécsen, és gyűlt az információ, és rengeteg érdekes dolgot megtudtam arról, hogy milyen társadalomban is élünk manapság, és egyre jobban kezdett érdekelni a technológia világa. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy amikor érdekel valami, és leültök a számítógép elé, hogy egy Google keresést indítsatok, akkor a Google 1000 számítógép kapacitását bocsátja a rendelkezésetekre, hogy 0,2 másodperc alatt választ kapjatok bármilyen kérdésre. Vagy nem tudom, hogy belegondoltatok-e már abba, hogy a zsebetekben lévő ütött-kopott okostelefon, ez egy 2 éves darab, sokkal nagyobb számolási kapacitással rendelkezik, mint a holdra szállást levezénylő Apollo program gépei. Vagy nem tudom, hogy gondoltatok-e arra, hogy 1916-ban 4187 diák járt a Harvardra, és úgy egész évben 100 évvel ezelőtt azt lehetett mondani a tudásról és az oktatásról, hogy ez egy ilyen elitista valami, ami egyáltalán nem demokratikus módon van elosztva a társadalomban. Én a saját szakmai karrieremben egy nagyon fontos certifikációt a Coursera-n keresztül a Pennsylvania Egyetemtől szereztem meg 2 évvel ezelőtt, ahol borostyánligás egyetemek és a világ mindenféle egyetemének mindenféle kurzusa fönt van teljesen ingyen, és olyan tudásra tehetünk szert, ami nekem szakmailag egy nagyon nagy utat, vagy egy nagyon nagy kaput nyitott meg, és ami a mai napig maga a certifikáció ténye beenged olyan helyekre, ahol nem biztos, hogy a bemutatkozásnál tovább jutnék, hogyha nem lenne ennyire demokratizálva az oktatás. Most, ha ezt a három tényt egy kicsit ízlelgetem, akkor észre kell vennem, hogy nem is olyan rossz kor, rossz helyen, sőt, jobbak a lehetőségeim, mint valaha. Több lehetőségem van valami jót tenni ebbe a világba, mint a múltban tanult vezetők, feltalálók, vagy bárki számára, ami elérhető volt. Az a helyzet, hogy a három dolog, amiről itt beszéltem, mind a három valamilyen szempontból összehozható a technológiával, és összehozható az internettel. Szóval az internet nem csak egy új technológia, de úgy fenekestül felforgatta azokat a fogalmakat, amik a társadalmunkat alkotják, és teljesen megváltoztatta az internet a világ logikáját. Nekünk azt mondták az iskolában, hogy egy posztindustriális szolgáltatói társadalomban élünk. Ez valamennyire igaz volt, de azért azt látni, hogy mind az oktatás, mind a munkavilága, mind pedig a közgondolkodás, az egy elég ipari logika szerint épült föl. És az ipari kornak azért van 3 érdekes sajátossága, ami most itt ma a
az előadásom során fontos lesz. Az első, hogy az ipari kornak a legfontosabb értékmérője a profit. Elég csak azt nézni, hogy az ipari korban a fontos, tehát a cégeket az alapján rangsorolják, hogy ki mekkora profitot termel, ez alapján áll össze a Forbes lista, és ez alapján derül ki, hogy mely cégek jók, és mely cégek nem, hogy mely cégek sikeresek, és mely cégek nem. Aztán az ipari kornak egy másik nagyon fontos tulajdonsága, az a pusztító verseny. Az ipari kor társasjátéka a monopoli. Minél nagyobbra nőni, minél inkább elpusztítani a versenytársakat, és minél nagyobb piaci részesedést kihasítani magunknak. A harmadik nagyon fontos iparikori vívmány, az pedig a birtoklás, a termelőeszközök birtoklása, a termelőeszközök magántulajdonba vétele, és ez az, amin ugye jó pár évtized hacacárét eltelt, főleg itt Európába, Kelet-Európába, és ez az, ami azt hiszem, hogy az ipari kort nagyon sok mindenben meghatározta, hogy hogyan állunk a magántulajdonhoz, és hogyan állunk magához a termelőeszközök birtoklásához. Aztán most itt vagyunk egy információs társadalomba, és az információs társadalom tényleg feje tetejére állítja ezt a három fogalmat. A profit helyett jelenleg a hozzáadott érték, ami a mai trendekben a legfontosabb. Elég csak megnézni, hogy milyen nagy piaca van mindennek, ami kézműves. Hogy hogyan küzd meg a Heineken a kis kézműves sörgyárakkal. Aztán ott van, hogy a versenyt fölváltja valami fajta kooperáció. Ha az ipari kor a szabadalmakról szólt, akkor az információs társadalom az a nyílt forráskódról és a tudás közzétételéről szól. Elég csak arra gondolni, hogy ennek az előadásnak az összes diáját egy olyan oldalról szedtem le, ahol ingyenesen hozzáférhető rengeteg profi kép. A harmadik, amiről pedig még nehezebb talán gondolkodni, az az, hogy a termelőeszközök birtoklása hogyan megy át egy ilyen megosztás alapú társadalomba, és az egész sharing economy hogyan változtatja meg a világot. Elég csak arra gondolni, hogy tegnap telekocsival érkeztem a főpróbával, illetve hogy a külföldre megyek, akkor mások lakásába alszok Airbnb-n keresztül. Tehát a fuvarozók, a busztársaságok és a hotelláncok szépen lassan az ipari korból nem tudtak átjönni az információs társadalomba, és az új játékszabályok egy kicsit elgondolkodtatnak minket. Hogyha tényleg csak nagyon egyszerűen szeretném összefoglalni ezt a szembeállítást, akkor azt tudom mondani, hogy ha az ipari korban volt egy nagy adag struktúrált információm, akkor azt kinyomtattam egy könyvbe. És hogyha nekem megvolt ez a könyv, akkor azt vagy odaadtam neked és nálad van, vagy magamnál tartottam és akkor nálam volt. Most az információs társadalomban az egész teljesen megváltozott, hogyha van egy nagy adag struktúrált információm, akkor azt kiírom mondjuk egy PDF-fájlba, és bárkivel megoszthatom itt a teremben, úgyhogy ugyanúgy nálam marad. És nem tudom, hogy ez mitől van és hogyan van, de az biztos, hogy rengeteg dologban megváltoztatta a gondolkodásomat, hogy hogyan is kell gondolkodnunk 2016-ban a tudásról, az információról és a saját lehetőségeinkről. És aztán így tengettem a mindennapjaimat alkalmazottként egészen tavalyig, amikor tavaly márciusban egy konferencián találkoztam két izraeli üzletemberrel. Ők elmentek rengeteg ilyen vállalkozói szemináriumra, elolvasták a világ összes milyen jellegű könyvét, és aztán érezték, hogy valahogy szétfeszíti ezek a könyveknek a tartalma és a valóság közötti ellentét az agyukat, és azt mondták, hogy az ipari kori gondolkodásban megírt vállalkozói tanokat, azt aktualizálni kellene a mai információs társadalom szabályaira. És így született meg az ő tréning módszertanuk, a FreshBiz, ami arról szól, hogy változtassuk meg a játékszabályokat, és monopoli helyett játszunk valami kooperációs játékot, és éljük egy kicsit más, hogy ezt az egész vállalkozói világot. Most ők mondták azt, hogy, és ez nagyon fontos, hogy bárki lehet új vállalkozó. Miért? Mert az ipari korban ugye csak az lehetett vállalkozó, aki képes profitot termelni. Ez egy nagyon szűk réteg. Most az információs társadalomban bárki lehet új vállalkozó, és mindenki új vállalkozó, aki képes értéket teremteni. Ez azt jelenti, hogy új vállalkozó a tanár, aki valami új módszerrel jobban akarja varázsolni a saját osztálytermét. Új vállalkozó az a szülő, aki együtt zenél a gyerekeivel. Új vállalkozó az a menedzser, aki
törődéssel van a munkája iránt, és igazán értéket akar teremteni a projektjeivel. És új vállalkozó az a régi vállalkozó, aki hasonlóan közelíti meg a saját cégét, és tényleg értéket akar teremteni, és jobbá akarja tenni a világot. Most ha így kérdezem, akkor azt gondolom, hogy sokkal többen vagyunk új vállalkozók, sokkal többen vagyunk olyanok, akik értéket szeretnénk teremteni ebbe a világban. Megkérdeztem, hogy így hányan érezzük magunkat új vállalkozónak ez a definíció szerint? Már sokkal jobb. Még mindig a pécsi meg a budai gimi vezet, de az új vállalkozók is egész jól följöttek. Ez az egész vállalkozós díj egyébként egy ilyen rózsaszín maszlagnak tűnik, hogyha jobban belássuk magunkat, és nagyon könnyű elragadtatni magunkat, hogy ez egy milyen jó világ, és ülünk a Starbucksba, és beszélgetünk, és nem csinálunk semmit. Van egy nagyon rossz része az egésznek, hogy aki értéket szeretne teremteni, az kénytelen kockázatot vállalni. És aki kockázatot vállal, az akár kudarcot is vallhat. Ugye az életünk első 3 évtizede az kapásból azzal telik, hogy próbáljuk elkerülni a kudarcokat, a rossz érdemjegyeket, és az élet aztán kihat az egész további életünkre. Úgyhogy nagyon jól megtanuljuk, hogy a kudarc az rossz, és ezt kerülni kell. Mégis, hogyha megnézem, hogy ez az egész értékteremtés miről szól, akkor látni kell, hogy az új vállalkozók azért vállalnak kockázatot, mert az az érték, amit teremthetnek, az még mindig megéri számukra a kockázatvállalást, és sokkal inkább élnek úgy, hogy szeretnének értéket teremteni, nincs úgy, hogy meg sem próbálják. És mégis mi van, ha kudarcot vallunk? Akkor tanulunk belőle. Én két nagyon komoly kudarcot akár most el tudnék mesélni, ha nem 27 másodperc lenne vissza az előadásomból, ami sokkal jobbá tett engem szakmailag és emberileg is az elmúlt években. Azt lehet mondani, hogy ez az egész új vállalkozói életstílus, ez egy életen áttartó nyaralás. És ez azért nagyon jó példa szerintem, mert föl tudom tenni a kérdést, hogy mit tennél, ha most biztosítanálak arról, hogy egy éven keresztül beutazhatnád a világot. Bárhova elmehetsz, bárhogy vőröndökkel vagy nem, hotelbe vagy sátorba, egzotikus helyekre vagy luxus nyaralás, teljesen mindegy, egy éven keresztül oda utazol és úgy, ahogy szeretnél. Valószínűleg nagyon sokan egyből igent mondanátok, még többen egy kis gondolkodás után rögtön igent mondanátok, és nem gondolnátok abba bele, hogy mi van, hogyha az a 365 nap alatt egyszer honvágyatok lesz, máskor megbetegedtek, harmadszor kirabolnak Ecuadorba, negyedszer pedig mondjuk nem értik egyáltalán se az angolt, se a magyart, se a semmilyen európai nyelvet, amit próbáltok beszélni. Vállalnátok az utat, mert tudjátok, hogy megéri ez az egész élmény számotokra, és ezért belevágnátok az egészbe. Ugyanígy vannak az új vállalkozók a saját útjukkal. És ez teszi őket egy kicsit mássá, és ez az, ami miatt a félelmet képesek izgatottsággá alakítani. Az új vállalkozó olyan egyszerűen küzd meg a kockázattal, hogy a félelmet izgatottsággá alakítja. Nekem most van egy holland, pontosabban brit főnököm Hollandiába, akivel beszélgettünk a múltkor verőfényes 8 fokba egy kávéház teraszán, és egy mesterséges intelligenciával foglalkozó technológiát fejlesztünk, és igazából fogalmunk sincs, hogy mire lehet pontosan használni az egészet, és ugye ezek a kételyek előjöttek bennünk, és sose felejtem el, hogy a Robin ezeket a kételyeket nem félelemmé alakította, hanem ott ült a verőfényes napsütésbe, és így hátradőlt, és azt mondta, hogy tudod mit? Fogalmam sincs, hogy mi fog történni, de rohadtul várom, hogy kiderüljön. És ez nekem belevésült mind a testtartása, a hanglejtése, és engem is olyan izgatottá tett, hogy tényleg itt állhatok előttetek 24 évesen egy bölcsész diplomával a zsebemben, biztosítok mindenkit róla, hogy se nem vagyok okosabb, se nem vagyok szorgalmasabb, se nem vagyok szebb, mint ti, viszont most egy holland technológiai cégnek dolgozhatok, van egy saját tanácsadói praxisom, és minden mellett építgetek egy saját vállalkozást is, és ez engem rendkívül izgatottá tesz, és át szeretném adni ezt az izgatottságot legalább egyetlen egy embernek a terembe, úgyhogy azt szeretném tőletek kérni, hogy ne higgyetek a híreknek, higgyétek el nekem, hogy a világ egy baromi jó hely, és sok izgatott új vállalkozó tehető, hogy még ennél is jobb legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!